Kedves kollégák, ez a abban a sorban, ahol ez a mostani találkozó egy olyan sorba illeszkedik, amit a Edukáció Szerkesztő Bizottsága és a Magyar Szociológiai Társaság Utatás Szociológiai Szakosztálya a 2000-es évek elejétől vezetett be ezt a sorozatot, és hát már ez több tucatnyi ilyen alkalom volt, vagy legalábbis 2 tucatnyi körülbelül ilyen alkalom volt. Ennek a műfaja, vagy lényege az az, hogy az éppen napirenden lévő, éppen tervezés alatt lévő edukáció szám egy tematikus konferenciát hoz magával, vagy maga után. Talán a jelenlévők között is emlékeim szerint volt már, aki ilyenen előfordult, hát közönségtagként, vagy előadóként. És hát ennek a meghívott előadói azok a személyek, akiket az adott edukáció számnak az úgynevezett vendégszerkesztője felkért. Ugye egy ilyen edukáció szám utókor számára talán ezt nem árt tudni. Ez ugye azon a módon működik, hogy hát a szerkesztő bizottság hát intenzív és szoros munkája mellett, de van egy hát felkért és kijelölt fő irányító, őt neveztük hagyományosan a szám szerkesztőjének, vagy vendégszerkesztőjének, aki a pedagógia és pszichológia az oktatás politikában témájú szám esetében, Sáska Géza, aki hát személyesen is tagja, egyébként is tagja a szerkesztő bizottságnak. És hát ebbe a mai megbeszélésben be azokat hívtuk meg, akik ennek a számnak az előadói, vagy ennek a számnak a szerzői, ők lettek volna az előadók. Vírusilag vagy más okból, de végül is csak jóval kevesebben fogadták el, 4-en fogadták el a meghívásunkat a dologhoz. Elképzelhető, hogy Pléth Csaba nem fog tudni jönni, jelezte, hogy bizonytalan az érkezése. Éppen ezért én mostanáig húzván az időt, azt hiszem, hogy tulajdonképpen a megnyitás formális aktusának nagyjából a végére is értünk. És akkor ahogy magában a számban is az a szokás, hogy ez a felkért személy, a már szerkesztése felkért személy az a számnak az egész hát kvázi koncepcióját is valamennyire megjeleníti a saját konkrét tanulmánya mellett. Én most is azt kérném, hogy Sáska Géza legyen az, aki megtartja ugyan most kiváló saját előadását, de hát azt kérem, hogy nincs ugyan a programba írva, de hát amikor a programunk véget ér, ami ugye vagy hát 16 óra 10 körül van, hogyha nem jön Pléth Csaba, ha pedig jön Pléth Csaba, akkor 16:50 körül van, akkor mondjon Géza egy olyan zárszót is, amelyben hát kvázi a konferenciára, illetve hát a szám egészével kapcsolatos hát koncepcionális kérdésekre reflektál.
Sáska Gézát kérem szépen akkor arra, hogy a előbb kikapcsolt mikrofont visszakapcsolva tartsa meg előadását. Kötelességszerűen mondom, amit hát nyilván úgyis mindenki tud, hogy a beszélgetést rögzítjük. Köszönöm szépen, parancsoljatok. Géza. Köszönöm szépen. Tökéletesen. Ez az első alkalmam, hogy a MIT-tel vagyok kapcsolatban, mert hogy amit én nagyon helyeslek, mert a monopól helyzetű Zoom az most már kezd el szemtelenkedni, és ezért jobb, hogyha alternatívája van. Még előre egyrészt, hogy köszönöm, hogy köszöntöm a jelenlévőket, különösen az előadókat. A Plinchabáról annyit, amit az MPT tud, de elmulasztotta a távolétének indokát föltárni, hogy ő ma prezentálja az MTA elnökségére benyújtott pályázatát. És hogy természetesen én ezt nem értem, hogy miért nem az edukáció konferenciájának ad elsőbséget, de hát ugye hát annyi keserű tapasztalatom van az életben, úgyhogy ezt is ezek közé sorolom. Minden esetre, hogyha megjelenne, az egy extra erőfeszítés lenne részéről. Én ezt a számot, a szám koncepcióját a jelenlévőknek, de talán ön, Maria, nem ismeri. A koncepció az arról szól, hogy a pedagógia, a pszichológia az oktatás politikai térben az állandóan találkozik, és hogy itt különféle konfliktusok, együttjárások és vannak, és mindegyik meg így változik. Ez egy érdekes, azért tekint gondoltam én ezt egy érdekes problémának, mert hogy a pedagógiai közbeszédben, a szakmai beszédben külön-külön jelennek meg az érvek, és az egymáshoz való viszony az sohasem, vagy ritkán tisztázódik. Nem hinném, hogy most fog ebben a számban tisztázódni, de a probléma legalább extrapolálódik. Egy közismert hibám, hogy az idővel rendkívül rosszul tudok gazdálkodni, ezért figyelem ezt az órát, hogy ezt megtartsam. Az előadásom lényege voltak éppen ez egy történeti jellegű esetek egymás, időben való történeti esetek egymásba fűzése. Látható vagyok? Hogy nem, tökéletes. Igen. Jó, mert hogy én bekapcsolom a vázlatomat, és annak alapján beszélek, de így a jelenlévőket én nem tudom követni. Igen. Azt szeretnéd, Gézám, hogy ezt a vázlatodat prezentáljad is, vagy csak magad nem, szeretnék nem, látni? Ez inkább nekem szól, amióta a szociológiai konferencián a Veszeli Anna mély igazságot, mélyen igazán azt mondta, hogy amit mondtam, abból nagyon sokat levont a vázlat helyes írása és a pongyola magyar fogalmazása. Értem. Nézd, hogy itt megosszam a baráti társasággal. Én egy alkalommal kivetítettem egy előadásomat, és hosszan beszéltem, és kb. 15 perc múlva derült ki, hogy egy másik konferenciára más témában tartott előadást vetítek ki. Igen, én az én önbizalmam sokat javult ettől a történettől. Igen. Amit az Anna mondott. Értem. Itt voltak éppen a pszichológiai és pedagógiai érvelésről beszélek a modern politikában, azzal, hogy a pszichológiának voltak éppen azt tekintem, amit a beszélő vagy az a pszichológiának tekint, és a pedagógiának ugyanez, tehát pedagógusok vagy nem pedagógusok erről beszélnek. És itt tettem egy alcímet, hogy legyen nagy vonzereje ennek az előadásnak, amit láttam a hallgatóság népes köréből, hogy ez sikeres.
Tehát, hogy ezt inkább érzékeltetni szeretném az időben változó pedagógia és lélektan egymáshoz, illetve az államhoz való kapcsolatát, ugyanis a politikát ebben a kontextusban az állam, államszervezés, állam igazgatása, döntések, illetve a végrehajtás viszonyáról beszélve. Elkezdjük akkor utána az elején. A modern államokról beszélek, és ez a magyar köztudatban ez a felvilágosodás, helyesen a felvilágosodáshoz és azon belül is a ráció edukációhoz kötődik. Hát ezt valamennyien tudjuk, hogy ez a porosz iskola szervezésen alapul, évfolyam, osztály, iskolarendszer létrejött, az ellenőrzés bürokratikus része, központi tantervek jelennek meg, tanügyigazgatás, állami tanítóképzés kezdetei innét jönnek, és ezt alapvetően, az is nyilván közismert, hogy ez a porosz Ágostonrendi Johann Ignaz Felbinger és a jezsuita Ürményi József munkája, laikus szervezet, az állam, mint laikus szervezet alapvetően egy katolikus, illetve jezsuita alapján kezd el fölépülni, vagyis voltak éppen ez a technokratikus háttér, tehát hogy hogyan is kell ilyet csinálni, ez porosz eredetű. És természetesen mindazok, akik ezt nem szeretik, innépen ez a gonosz poroszok oktatási rendszerrel szembeni averzió. Most itt az a döntő dolog, hogy megjelenik a közoktatásban, az oktatásban, noha előtte természetesen van oktatás, megjelenik az államrezon, az államérdek, amelyik a felvilágosodás terméke, nevezetesen a nemzetállam érdekeinek központi képviselete, amelynek a mi területünkre nézve, a témához tekintve, a témához közeledve nagyon fontos eleme a tankötelezettség. A tankötelezettség az a 18. századi termék, és nem 19., mint ötvöshöz szokták kötni. Ez az államérdek miatt jelenik meg, tehát hogy kötelező alapvetően a jobbágyok gyermekeinek iskolába járnia, és az a feltételezés, hogy az iskolában olyasmi kerül a fejükben, vagy a jellemükben, amely kielégíti az államérdeket. Most megye homály, hogy mit jelent ebben az esetben az államérdek, de ebből viszont azt tart, szociológiailag az a döntő, hogy az iskola, amelyik a tankötelezettségét teljesíti, és a benne lévő tanítók, néptanítók hivatalból átveszik a szülők feladatait. Tehát egy spontán szocializáció, vagy nem tudatos szocializáció, hogy a szülők naiv emberismerete alapján történő szocializációt egy ilyen hivatásos, egy ilyen állami, vagy állami befolyású intézmény veszi át, és ez technikailag az iskola a tankötelezettség végrehajtásának a technikai eszköze. Épp ezért az iskolai kontrollt, ami voltaképpen állami kontroll szándékáról van szó, és nem a empirikus gyakorlatáról, egy egésznapos iskolára tervezik, amelyet csak ilyen szervezési okok miatt az otthoni ebéd gyengít. Tehát a gyerekek iskolában vannak, és csak ebédre mennek haza, ha nem hoznak. Most ennek a lélektana, vagy ha úgy tetszik, pszichológiája felfejthető a ráció edukációs gyermekképéről, amely alapvetően a gyermeket egy önmagára veszélyes lénynek tekint, amelyet védeni kell, irányítani kell, alakítania kell. És ezt onnit is lehet tudni, hogy ez a szabályozás tárgya. Tehát az állam elővel leírja, hogy föltételez egy ilyen lelki tulajdonságot, és ezt pedig kikényszeríti a tanerő,
vagy óvja a gyerekeket, hogy valamit baj csináljon magával, illetve elsajátítsa mindazt, amit az állam elő, illetve a tanító az képviseli. Innét kezdődik tehát ennek egyik ilyen fontos eleme, ami a kor diák kultúráját, népiskoláról van szó, egy későbbi oktatásról is, főleg a népiskoláról, hogy a diákok fegyverviselési kés használatát megtiltja, nem lehet iskolába vinni ilyeneket, a lefekvés, a szabadidő használatának az időpontját szabályozza, a kocsmába járás idejét és helyét megszabályozza, leírja a tanítás közben, hogy legyen játék, és ez egy pedagógiai szempont, hogy az a monotonitás és az a rossz dolog, ami a koncentrált figyelmet jelenti, ezt tudatosan játékokkal, szünetekkel szakítják meg, amely az iskola környéken, az iskola mester kertjében, vagy közelében, templomkertben történik. Tehát, hogy itt a tanulás és a játék között van egy ilyen tudatos szabályozás, amelynek természetesen lélektani magyarázata épp úgy adódik, mint valami fajta praktikus megfigyelés. Ennek a korszaknak egy fontos eleme a versengés, ami a tanulás hatékonyságát növeli, ezzel vizsgákkal, sorbálás, tanulmányversenyekkel készítik, ez félhetőleg jezsuita hatás. Na most itt a későbbi pszichológiai gondolkodás, ez már 20. századi, vagy 19. század végül pedagógiai vagy lélektani gondolkodás az iskola kezdetét a gyermek érettségéhez, a gyermek kedvéhez, iskolai érettségéhez kötik. Holott eredetileg ez tudható, hogy a népiskola kezdetét egyfelől azért szükséges, hogy lehessen államilag számítani, meg a pénzügyeit kiszámítani, meg lehessen tervezni, hogy legyen eleje, meg vége. Ezt a népiskola kezdetének időpontja a gyermek, vagy a gyerek természetes fejlődésének egy állapotához kötötték, mégpedig a fogváltáshoz, a tejfogak kiesésének időpontjához, és ez nem egy afklérista gondolat, hanem már a paraszti kultúrában, hiszen a társadalom nagyobbik hányada, amely célpontja a tankötelezettségnek, ez mind jobbá egy parasztiak, paraszti foglalkozást tűznek, hogy a gyermekmunka kezdetének az időpontja a fogváltás. Tehát ekkor kezdik el a gyereket a családi munkamegosztásban igénybe venni, természetesen az elején a testi erejéhez, paradigmusághoz igazodva. És hogy ez az iskola kezdés időpontja természetesen azt is jelenti, hogy a családi munkaterheket valakinek át kell vennie, és hogy miután ez is egy fontos szempont volt, hogy a gyereket a jobbágyok távol tartsák az iskoláktól, és ezért, mint jeles kollégám Nagy Péter Tibor, az írja is, hogy a jobbágyok még botütést is el kellett szenvedniük, hogyha gyermekük bármely jogban nem jártak iskolába. Tehát nem a gyermek szükségletének felismerése lesz a közoktatás tárgya, hanem az államérdeknek. Ugyanez az államérdek és az iskolai terhek elosztása és a szünetek elosztása is pragmatikus oka van, és nem lélektaniak. Nevezetesen az iskolai szüneteket a szokott vallási ünnepek mellett a falusi munka dandárjára helyezik, ugyanis a gyermekmunkára, ott a kalászszedésben, illetve a gyümölcsök szedésében ez fontos. Mindmáig meg ez onnét is lehet látni, hogy
De ugye a nyári szünetek időpontja az európai kultúrában nem egyforma, mármint a vallási ünnepektől eltekintve, a keresztény ünnepektől eltekintve, mindig a mezőgazdasági szüret, illetve a szüretek munkadandárja miatt az adott időjárási szférában más és más. Tehát nem az arányos teherviselés és a lélek szempontjai a döntőek, hanem ezek az államrezon pragmatikus alkalmazása. Na most ehhez képest a legelső, sok egyéb próbálkozás mellett, hogy hogyan is kell a gyerekkel bánni, illetve az állam hogyan tudja ezeket hasznosítani, akkor a legelső közé tartoznak azok a jeles filozófusok, mint például Rousseau, akiről hát nyilván egy utópiát állít föl, és ez egy későbbi, vagy folyamatosan erősödő pedagógiai, vagy szocialista, vagy gyerekközpontú mozgalmak legelső ideológusa, de ez majd csak a 20. század legelején, 19. század végén válik az állampolitikai politika részévé, de az, amelyik a kelet-európai vagy Európa keleti felé, mert úgy értve, hogy vertikálisan beleértve a Poroszországot, amelynek filozófiai, illetve pedagógiai munkássága átütő erejű volt, mégpedig azáltal, hogy a tanügyigazgatás fölkarolta. Herbartról beszélek. Herbart volt a legelső az, amelyik az állami oktatás tartalmának, kiválasztásának, megvalósításának koherens ideológiáját és technikáját dolgozta ki, és hogy ennek a Herbart szerepének, hát a gonosz Herbartról nyilván mindenki is tudja ezt az attitűdöt, de hogy tárgyszerűen tekintsük, ez voltak éppen a Herbart bírálata sok tekintetben emlékeztet a 21. század, vagy a 20. század végén Marx bírálatára, annyi van, hogy egy teoretikus, egy programot adó társadalomfilozófusnak a terveit megvalósítják, és utána ennek kritikailag képviselői pedig szidalmazzák az eszme megalapítóját. Ugyanez vonatkozik Johann Friedrich Herbartra, és mégis a filozófiájának, laikus filozófiájának nagyon leegyszerűsített alapja. Az egyik az, hogy a nevelés célját, megítéléshez azt az etika adja. Tehát valami fajta morális elemből, elemre vezeti vissza. Ez tértől és időtől értendő, függetlennek értendő, és ennek a etikai cél megvalósításához vezető utat az ember pszichológiai lényege adja megítélése szerint, és ez a pszichológiai lényegére építkezik a pedagógia. Ez egy elég bonyolult rendszer, amit leír, csak annak annyi a lényege a szempontunkból, hogy van egy morálisan követendő cél, és ez pedig a cél elérésének az ember természetében lévő pszichológia, az általán leírt pszichológiai lények pedagógiai alkalmazása teszi lehetővé. Ez egy naív és spekulatív lélektan, mint a későbbiekkel eltekint, de annyiban naív és annyiban spekulatív, hogy nincsen empirikus alátárasztása, hogy feltételezése szerint az ember a külső világ alapján benne képződő képzetek mozgatják, és ezek a képzetek, többféle képzet van, ezek mindegyikben a gondolkodás, az érzés és az akarás különböző arányal jellemezhetők, és a nevelőknek, a növendékek lelkében a helyes képzetek kialakítását kell elérnie, és mégpedig úgy módon,
hogy a diákok érzelmei és az akarata az ennek a célnak megfelelően tudjanak szerveződni. Ez voltak éppen, ez a gyökere, ez a filozófiai gondolkodás, a céltudatos pedagógia és a tervezés ideológiai ősének lehet tekinteni, még akkor is, hogyha nem hivatkoznak rá. A nevelésnek, az iskola pedagógiának három alapvető funkcióját, ez a funkcionalista megközelítés egyik eleme, tételezi föl. Az egyik a kormányzás, a Regierung, amely alapvetően a pedagógussal szembeni ellenállás megtörését jelenti, a drillt. Ez ugyanaz, mint ugyanez a gondolat, ami a ráció edukáción is megjelenik, hogy a gyermek az hibás, az bajt csinál, és ennek a kezelése a drill. Ez a népiskolai mozzanatban, népiskolai oktatásban ez a drill, a néptanítók kegyetlensége, illetve erőszakosságának ez a gyökere. Ez a Herbarti probléma. A másik az maga az oktatás, ezen belül ilyen képzés, ilyen megismerési folyamatok, képzési fokozatok vannak, ez most esetünkben lényegtelen. De sokkal fontosabb, hogy a legmagasabb szinten, amiben ez talán az oktatás, a képzési folyamat végén jelenik meg a harmadik nevelési magatartás, és ennek szerkezete, ami voltaképpen a drillt fölváltja az oktatás hatására, az ösztökélés, korrigálás, a jellem metszegetése, a diák magatartásának kordában tartása. Ez voltaképpen egy ilyen kooperáción alapuló tekintélyelven alapul, amely a nevelés, ami voltaképpen egy ilyen a szabadon bocsájtás, az iskolából való elbocsájtásnak egy ilyen hozzászoktató szakaszának is értelmezhető. Ezt Zuchnak hívja Herbar. Tehát az, hogy az iskolarendszer szerint szétválik a magatartás, és ráadásul a képzési fokozatok is tervezhetőek, ez az, amelyik, ez a technikai vagy filozófiai háttér, amelyen kap a 19. századi oktatásszervezés. Nem maga Herbart volt az, aki ezt a tevékenységet elindította, hanem csak az ideológiája, hiszen ez a rendszere, hiszen halála után válik a 19. századi népiskola és a középiskola tanügyigazgatás és tanító és tanárképzés szervezési alapjával. Elég itt Cillert és Karl-Marx Mohr nevét megemlíteni. Ez egy virtigli etatista ideológia, mi más lenne, hogyha ismerik Fichte tökéletes állam munkáját, amelyik a tervgazdaság, amiben az ember elolvassa, amit javaslom, egy központilag tervezett állam képe rajzolódik ki elénk a 18. századból, és talán, miután Herbart Fichte tanítványa volt, talán ez a gondolat, talán nem üres feltételezés, hogy ez a tökéletes állam és a tökéletes nevelés koncepciójának gondolata, ez itt megjelenik. Ennek az egésznek egy ilyen fontos eleme, tehát a Herbarti oktatásnak, hogy a pszichológia, tehát a gyermek szempontja, tehát ezek, a pszichológiai érvelés az háttérben marad, és csak eszköz jellegűen működik, és ez voltaképpen a pszichológiát felfoghatjuk így utólag, vagy logikailag a pedagógiai praxis legitimálásának is, hogy hogy alakul, hogy ezek a képzetek, hogy jönnek létre, mert hiszenek semmilyen empirikus tartalma nincsen
egyéb háttere. Tehát nyilvánvaló, hogy nincsen szükség ebben a rendszerben a pszichológiai állítás pozitivista igazolására, elég a logikai feszességére utalni, és ez a gondolkodási vagy érvelési metódus minden későbbi pszichológiai érvelésre szinten jellemző. A Herbarti felfogás az filozófiai értelemben természetesen általános, minden diákra érvényes, és valóságban nem is létező gyerekekről beszél, hanem az oktatás megszervezéséről, amelyben bármelyik gyereknek részt kell vennie. És ez a tanítás, tanulás, az iskola és az oktatás szervezésének logikájára épül. A sikere ennek több elemmel magyarázható. Az egyik az, hogy a kapitalista berendezkedés társadalmi hierarchiáját, a tekintélyelvű társadalomban ez működőképes, alapvetően a tömegoktatás és az elitoktatás technikájának és ideológiájának a hátterét adja meg. Egy működőképes, lefordítható ideológiát adta meg. Na most természetesen ennek a rendszernek, a Herbart ellenességnek és ennek a társadalmi berendezkedésnek a 19. század végétől megjelenik az antikapitalista és egyben az antiherbartista ellen mozgalmak és ellenpszichológiák nyilvánvalóan születnek, és ezeket mindenki ismeri. És ezekben voltak éppen nem a ígért megoldás módja az érdekes, hanem a tagadás tárgya. Ezek többnyire, sőt, majdnem mindegyik antikapitalista kiindulású és antiherbartista. Ez a közös bennük, a megoldás irányaik azok különböző. Ám időközben a 19. század második felében a pszichológia módszeres tudománnyá kezd válni, és egyben, mint megszűnik ez a spekulatív irányzat, vagy emellé megjelenik az empirikus pszichológia, amely az individualizmus legitimálójával válik, ezt adja az individuál pszichológia megjelenésével. Tehát nem arc nélküli gyerekek vannak, és nem emberek általában, hanem individuálisak. És ennek a pszichológiai irányzatnak és az orvostudománynak, amelyik a gyermekgyógyászat az egyik ága, a másik ága pedig a gyermektanulmányozás, a pedagógia, illetve a pedológia, amely egyszerre az általános gyermek, erre fókuszál, azt kívánja föltámasztani, azt kívánja megállapítani, mi az, amelyik minden gyermekben közös, minden gyermeknek közös tulajdonsága, ezt empirikusan próbálja megállapítani, és ezáltal a gyermek, mint önálló entitásként lehet alkalmazni. A másik pedig az, hogy az egyedi tulajdonságú gyermekek szükségletét is tudja legitimálni. Tehát ez minden ilyen sikeres mozzanatnak, sikeres elméletnek ez a két feltétele van, hogy az egyedi tulajdonságúak és az általános gyermeki tulajdonságúak is egyaránt értelmet és támogatást kapnak. Ugyanakkor ebben az időben az állami iskolarendszer rohamosan fejlődik, bővül, és nemzetpolitikai kérdéssé válik, amely az oktatás mennyisége, tartalma és a hatékonysága és felépítése eminens közoktatás politikai kérdéssé válik, amely mögött, amit mindenki oszt, vagy nagyon sokan osztottak, hogy erős a hit az iskolai tudás, iskolai nevelés, modernizáló és szocializációs hatásában. A másik fontos mozzanat, ami 19. 20. század elején, a professzionalizálódás,
amely egyfelől az állam tanügyigazgatási révén jelenik meg, mely az ideológiák és hatékony modernizációs technikák és politikai eszközök igény hordozóiként jelennek meg, akik a tanigazgatók, a oktatáspolitikusok kapnak minden olyan magyarázatot, amelyben céljaik hatékonyságát is láthatják. Ugyanez a professzionalizálódás igaz a tanszemélyzet és az oktatás elmélet területen tevékenykedők körében, amelyet viszont a korporacionalizálódás még sokkal markánsabbá tesz. És itt két terület látszik, hogy az egyik az, amely különösképpen vonzódik a pszichológia, mint általános magatartási irány, a tanítói népoktatás, és a körében jelenik meg. Alapvetően a nép és a polgáriskolai tanítóság körében erős a vonzódás, az antikapitalista, egyenlőségpárti, nemzet és anti-Herbárt János eszmék iránt, és többnyire nagyon erős az anti-intellektuális attitűdjük is, amely a tudás és ismeret helyében valamilyen lélektani eredeti tulajdonság, nevezzük most ennek egyik eleve a kompetencia kerül. A gyermek, és ráadásul ugyanebben az időszakban a gyermek és a gyermek ismeretére hivatkozva a gyermek és egyben a gyermek érdekeinek képviseletére hivatkozva legitimálják magukat a népiskolai, illetve a polgáriskolai tanárság, önmagukat szervezik, és ez a közpolitikai térben, mint egy politikai jelenik meg, ennek két ilyen fontos elemét utalnék. Az egyik Nagy László neve az, amelyik közismert, a másik pedig a szegedi polgári tanítóképző 20-as évek elején. Ezekkel a pszichológiai érvekkel, a gyermek ismeretre hivatkozva, anti-intellektuális erényeket hangsúlyozva, anti-herbátiános ideológiára támaszkodva, és a disziplinált képviselő gimnáziumi tanársággal szemben jelenik meg, és alkot egy egészen jelentős és markáns politikai tényezővé. A gyermektanulmányozás és a gyermekfejlődés lélektana a szocialista jobb és baloldali politikai mozgalmaknak pedagógiai leképződésének is tekinthető, és ez a társadalmi utópia hordozóiként jelenik meg, amely a gyermek, mint a jobb jövő hordozójaként mutatkozik. Ez a közoktatás politikai vagy politikai térben együtt jelenik meg, mint politikai ideológia, korporációs igazolás és érdekképviselet az állami, illetve az állami ágazat és közpolitikai térben. Hadd utaljak itt példaként egy esetre, Montessori Mussolini Piaget pályája, együttes pálya, együttes mozgásuk kapcsán. Montessori Mária az közismerten egy mélyen katolikus asszony volt, amelyik a gyermek érdekeit képviselte, és a módszere az a Fröbel eszközrendszerének egy szofisztikált változatát hozza létre, és egy fontos mozzanat a gyermekben hordozott, a gyermekben lévő potenciál egyenlőséget teremtő mozzanata. Mussolini volt az első elnöke a Montessori társaságnak. Mussolini az, mint szocialista politikus indult, és az egyenlőség eszménye alapján lett ez. Későbbiekben, a 30-as években
Mussolini másfelé tájékozódott, és a Montessorival a kapcsolata, nevezzük így, megromlott. Olyannyira, hogy a Montessori el is hagyta Olaszországot, és az ő pályáját a baloldali Piaget vette át, a Piaget által szervezett fejlődés tanítársaságnak a tagjává vette. Tehát Piaget, tehát ez a lélektan, fejlődés gyermeklélektan fejlődésének egyik meghatározó figurája, és Montessori pályája az összefonódott. Későbbiekben, az 50-es években a ismert pedagógia pert alatt a Montessori és Piaget egyaránt kiesett a szocialista vagy a kelet-európai szocialista pedagógiai kánonból, és majd későbbiekben csak nagyon lassan előbb Piaget, majd Montessori jön létre. Tehát a gyermektanulmányozás, a magatartás, illetve kultúrája, a közpolitika és a politikai mozgások, azok nagyon szorosan összefonottak. Emögött a pedagógia és a pszichológia és az állam kapcsolatában voltak éppen két nagy elméletre, vagy két nagy feltételezésre lehet hivatkozni, vagy azt látom. Ez a két nagy teória, két nagy axiomatikus feltételezés a gyerekképről, gyerekképből vezetődik le, vagy vezethető le, és ez a két ideológia közül az egyik az, amelyik még nagyon korai, még Locke, Berkeley és Hume filozófiájában is megtalálható, nevezetesen az, hogy az általános és az elvi gyermek értelmi képességei tekintetében tiszta lappal érkezik a világba, vagy pedig nem. Amennyiben tiszta lappal érkezik a világban, mert most a fizikai, most csak az értelmi képességeikre vonatkozik, akkor azt bármit rá lehet írni erre a tiszta lapra a megfelelő technikával, mert ugyanis minden, ami a gyermekben van, a szerzett képesség. Azaz nincsenek genetikai akadályok, és az a posztulát, hogy a világban minden részében minden gyermek egyforma. Fejlődésünkben nincs különbség van. A fejlődésünkben nincsen különbség, és ami van, az csupán a társadalmi hatások következtében alakul ki. Következésképpen a pedagógiának és a lélektannak az a feladata, hogy ezeket a társadalmi különbségeket eliminálják, azért, hogy az ő maguk világképe, vagy a helyes értelemben, vagy a helyes dolgok kerülhessenek a gyermek lelkében. Hiszen a pedagógiai filozófia és a gyakorlati oktatás politika felismerése szerint a társadalmi hatásokat tudatosan lehet szervezni, és a megfelelő pedagógiai technikákat lehet kidolgozni. Ez a feltételezésnek számos ilyen valóságosan is megvalósult, történetileg is megvalósult elemre vezet, mely igazolható, nevezetesen, hogyha a gyermek és vagy a felnőtt totálisan átnevelhető, az állam szükséglete és az állam rezon szerint, akkor itt a pálya és itt a tér. Itt szélső esetekben, számos ilyen szélső esetet ismerhetünk, az egyik az amerikai indiánok átnevelési kísérlete, ugyan ebbe a tabula rasa elméleten alapszik, vagy erre vezetett vissza a nemzetállamok szervezése során a nemzeti kisebbségek integrációs politikája, de ugyanide tartozik a tiszta lap filozófiához képest az a 30-as években a sztálini pavlovi politika is, amely a Pavlov reflex elméletének alkalmazását írja elő, mint
behaviorista pszichológiaként, hogy ennek tudatos alkalmazása teszi lehetővé a Herbarti logika alapján szervezett oktatást. A tanulás szervezésének ez a pavlovi reflexelmélet igazán az alapja. Megjegyzem, hogy a 60-as években a programozott oktatás rövid életi korszaka is ugyanezen a behaviorista feltételezésen nyugszik, nevezetesen egyszerűen logikailag levezetve bármi erre a gyermek lelkében vagy a kognitív szférájában elhelyezhető. A másik irányzat pedig az, hogy az általános és az elvi gyermek értelmi képessége, vagyis magyarán a megismerés képessége a születésével együtt van. Hozza magával valamit, és az egyfajta potenciál. Chomsky ennek a nyelvi tanulás képesség kompetenciája kapcsán erről beszél, hogy maga a nyelvek tartalma iránya más, de a nyelv tanulásának képessége, hogy öröklődik. Hát igen, ennek alapján az oktatáspolitikai és pedagógiai stratégiák is születnek. Az egyik stratégia, amely a reformpedagógiának egyik jellegzetes része, hogy az adottságok kibontakoztatása az feltétlenül jobb, mint amit a felnőttek társadalma ad, és ez a kibontakoztatás a pszichológia és a pedagógia dolga, és ezáltal és ettől azt várják, hogy ez a természettől hozott potenciális egyenlőség a társadalmi egyenlőséget is anticipálhatja, illetve megvalósítható. Ennek a logika szerint korlátozzák a szülők társadalmi befolyását, többek között mondjuk a skandináv országokban, nevezetesen azért, hogy a szülők közötti társadalmi különbség eliminálódjon. Ennek nem csak az az egyik konzekvenciája, hogy a gyerekkor minél életkorra, minél a felnőtté válás, minden későbbi életkorba mondtakozzon ki, vagy kezdődjön el. Azaz másképpen a gyerekkor minél magasabb életkorra tolódjon ki. Ennek például az a következménye, vagy az a gyakorlati következménye,